Köszöntöm Önöket! Hogyan kovácsolnak közösséget a transzplantáltak? Hova érdemes ellátogatni itt a megyén belül így a nyári idő beköszöntével? Illetve hogy hogyan tanulják meg a kicsik azt, hogy tulajdonképpen milyen is a helyes közlekedés? Többek között ezekkel foglalkozunk a mai Együtt magazinban. Tartsanak velünk! Vajon tudták-e Önök azt, hogy hazánkban egy kisvárosnyi ember él valamilyen új szervvel? Meg fogjuk Önöknek mutatni, hogy tulajdonképpen ők, ez a közösség hogyan is kovácsolódik össze, ugyanis a megyénkben kirándultak a transzplantáltak. A szervát ültetettek, információkat, tapasztalatokat osztottak meg egymással. Annak rajzolsz egy szívecskét, aki meg tüdő, azt a Noémi rajzolt tüdőt. Így jelezték egymás számára a transzplantáltak, hogy ki milyen szervát ültetésen esett át. Aztán kezdődhetett a túra a Pákos Csukorói Arborétum és Vadas Parkban. A Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének egyik tagegyesülete, a Szív- és Tüdő Átültetettek Egyesülete kirándulással egybekötött taktoborzást szervezett a transzplantáltaknak, akiknek bár a történeteik különbözőek, a céljuk közös. Az egyesület egyik vezetője 8 éve él új tüdővel. Éppen így úgy születtem, hogy már ez a cisztás fibrózis nevezetű genetikai betegségem már akkor volt, de akkor ugye még csak annyit mondtak, hogy ez szép lassan romlani fog, aztán egyszer csak majd eljutok a tüdőátültetéshez. Szerencsére nekem ez elég lassú lefolyású volt, úgyhogy elég sokáig bírtam anélkül, hogy ne kelljen. És végül 2012-ben lett már annyira rossz a légzésfunkcióm, 16%-os volt a tüdőkapacitásom, hogy akkor már muszáj volt megcsinálni a kétoldali tüdőátültetést. Ezt hogyan élted meg, és aztán utána egy kicsit az időszakodba emelj ki egy pár dolgot, hogy hogyan is élted át, mert ahogy én most rád nézek, vagy hát ahogy bárki rád néz, én azt gondolom, hogy nem is mondaná meg, hogy te egy ilyen hatalmas műtéten és ilyen időszakon vagy túl. Hát az elején nagyon rosszul érintett, konkrétan úgy, hogy én azt mondtam, hogy én ezt nem merem vállalni. Annyira féltem tőle, hogy egyrészt a kiszolgáltatottság, másrészt, hogy hát azért ez csak egy baromi nehéz és baromi életveszélyes műtét. De aztán rájöttem, hogy nincs más megoldás. Tehát ha élni szeretnék, és szeretnék a férjemmel együtt maradni, akkor muszáj ezt elvállalnom. És akkor valahogy így átfordítottam az agyamat, és azt mondtam, hogy jó, oké, akkor végigcsinálom. És következő karácsonykor, amikor megműtenek, akkor én fölmegyek a negyedik emeletre gyalog. Mert hozzáteszem, azelőtt egyáltalán nem tudtam fölmenni a negyedik, nem vagy a negyedikre, az utcán nem tudtam menni. És akkor ez tényleg így volt, 2012. augusztusában jött a riasztás, megkaptam az új tüdőt, és karácsonykor fölmentem a negyedikre. Így a vírus helyzet után nagyon sokat agyaltunk, hogy mikor merjük egyáltalán ezt megcsinálni. És hát úgy gondoltuk, hogy most talán már így a kinti helyen kellő távolságtartás mellett azért meg lehetne próbálni valamit. Próbáltunk olyan helyen, ahol jobb levegő van, hogy mégis a tüdősök is ugye jobban, a levegőt jobban bírják, a szívesek is azért bírják a tempót, úgyhogy megpróbáljuk valami jót kihozni ebből a történetből. Az egyesület másik vezetője közel 2 éve kapott új szívet, és azt szeretné, ha minél több sorstárs találhatna új közösségre a csapatukban. Maga az egyesület az olyan 10 éve működik, és társelnökként én 2018-ban kaptam a szívet, és utána kértek föl következő év tavaszán, mint a szíves részről, mert ugye az egyesületünk neve a Szív- és Tüdőátültetettek Egyesülete. Ugyanúgy a tüdő részről is egy új elnököt kaptunk, vagy társelnököt, és akkor így mi azt gondoltuk, hogy egy kicsit fölélesztjük ezt az egyesületet, mert a szövetségnek 20 ilyen tagegyesülete van, de mi vagyunk annyira speciálisak, mert ugye szívesekből, meg tüdősökből elvileg a legkevesebbek vannak. Vesésekből az ország minden részén van megyei szervezet, és akkor mi azt gondoltuk, hogy egy picit a szív- és tüdőtranszplantáltaknak megpróbálunk segíteni, hogy egy kicsit megismerjük egymás problémáját, és végül is ez a célja, hogy egy picit így most taktoborzásba kezdtünk. Ez a taktoborzás, ezt most hogyan kell elképzelnünk? Azért itt most már nagyon szép számmal gyülekeznek az emberek. Honnan jöttek egy kicsit, hogy hogyan fogtok megismerkedni, és mi lesz a kirándulásotoknak majd a célhez?
Azért ide terveztük az arborétumba, mert hogy azért tűzőnapot nekünk transzplantosoknak nem igen lehet, itt viszont így az előzetes feltérképezés alapján jó kis kirándulóhely van, a mozgás az minden transzplantáltnak kell, szükséges, és igazából pár 3-4 olyan tagcsalád van, akikkel már éve, tehát jó egy éve találkozunk. Én leghamarabb tavaly márciusban, amikor volt a donorok emléknapja, akkor ott ismerkedtem meg egy-két ilyen tagcsaláddal, és azóta mindig is terveztük, hogy csinálunk valamit, de aztán hát most jött el az ideje, hogy akkor egy kicsit felfrissítjük a csapatot. A cél az, hogy mindenkit egy kicsit mozgásra bírjunk, akkor próbáljunk meg segíteni egymásnak, akár tanácsokkal, vagy orvosokat majd bevonva később, úgyhogy ezt gondoltuk. Hát ide most elvileg jönnek olyan új szívesek, akiket én is még csak így a mi Facebook csoportunkról ismerünk, tehát nem személyesen, illetve a tüdősök részéről is jelentkeztek egy jó páran, úgyhogy most fogunk megismerkedni. Ugye te is új szívet kaptál, ahogy azt az imént említetted, mennyire engedsz betekintést a nézők számára, hogy te hogyan élted meg ezt a műtétet, illetve az arra való felkészülést, és hát az utána való időszakot, mert most már azért eltelt jó sok hónap azóta. Igen, hát én nekem 2016-ban kezdődött a szívelégtelenség. Orvost váltottam, és így kerültem a Városmajori Klinikára, és ott azonnal azt mondták, hogy nálam már csak ez segíthet. Én addig ezt el sem hittem, hogy ennyire beteg vagyok, és akkor októberben kaptam új szívet. Ott pedig az volt a cél, hogy minél előbb mozgás, intenzíven. Nekem 7 gyermekem van, tehát ez is fontos volt, hogy hát ne essek ki úgy a családból hosszú időre, és az Ultra Balaton futásra szerveztek transzplantosokat, és én bátran jelentkeztem márciusba, aztán májusban le is futottam 2 kilométert velük, összesen 40-en futottunk, transzplantáltak, de hatalmas élmény volt, és akkor azt mondtam, hogy igen, a mozgás az főleg, amivel így jó karban tudom tartani magam, és akkor hát én így éltem meg, és próbálok erre ösztönözni mindenkit. A szervátültetés és annak velejárója azonban nem csak magát a beteget érinti, hanem a családot is, amely ilyenkor egy hatalmas, erős bástyaként funkcionál a háttérben. Nagyon megrázott, hogy hirtelen kell, rögtön menni kellett a műtétre végső soron. Tehát nem volt ezen idő meditálni, de hát örültünk neki, mert akkor volt szív, tehát ez nem lehet, hogy majd akkor megyek. Az biztos, hogy borzasztó volt. 4,5 órás volt a műtét, az összes gyerekeivel együtt 7 unokán van. Ott voltunk, végig a műtétet, végig vártuk, ameddig kihozzák. Utána egy hétig nem láthattuk, csak ilyen kamerán keresztül, mert annyira ugye ilyen intenzív részen volt, de hála Istennek jó van, és hát örülök neki, hogy ilyen jó lett, hogy sikerült a műtét, és hogy ilyen jól van. Az ország szinte minden területéről érkeztek szervátültetettek, akik a program alkalmával, információkkal, tapasztalatokkal látták el egymást, megtekintették a Pákoscsukorói Arborétumban található tájmúzeumot és a Vadaspark lakóit. Az esemény célja a sorstársak segítése és egymás történetének megismerése volt. Most pedig azt fogjuk önöknek megmutatni, milyen fontos már kicsi korban megtanulnunk azt, hogy tulajdonképpen milyen is a helyes közlekedés. A Bregyó táborban egyenruhások segítették a gyerekeket a helyes közlekedésben. A érintés 2, döntés 3 hiba pont, ha kihagysz valamit, az 5 hiba pont. Meg vagyok értve? Kellő szigorral ismertetik a játékszabályokat, hibapontról elsősorban majd a forgalmi vizsgán hallanak a fiatalok, addig is biciklin ülve gyakorolják a technikákat, amiket bármikor megkívánhat egy közlekedési helyzet. Ezen a pályán ellenőrzött körülmények között ki tudják próbálni magukat, hogy mit tudnak, vagy esetleg mit nem tudnak. Hiszen itt nem csak arról van szó, hogy hibapontokat gyűjtenek, hanem gyakorolni is tudnak. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy sok gyermek gyorsan és egyenesen tud csak közlekedni, itt éppen ellenkező a cél. Itt az a lényeg, hogy a kerékpárt biztosan uraljad, a különböző manővereket biztosan meg tud csinálni, és mellette még egy kicsit versenyezhet is, mint azt lehetett hallani, elég jó hangulatú kis verseny van, a buzdításokkal minden, és a végén döntőbe lehet jutni, aminek a végén ilyen kisebb ajándékokat kapnak a gyerekek.
Ilyen a hibátlan kivitelezés, legtöbbször a cél előtti létszborul, amikor ráhajtanak a versenyzők. Sokan közülük már a tavalyi táborban is nyerekbe pattantak, így szó szerint tudják, mi a pálya. Nagyon sokat szoktam biciklizni, és hát szerintem ez az akadálypálya egy kicsit nehéz, mert szűk egy picit, és nehezen lehet átmenni rajta. Nagyon nehéz volt, én nagyon nem tudtam így manőverezni, de a manőverezést kell megtanulni szerintem. A gyorsaság, kapkodás a leggyakoribb hibapont, vadász. Ha ebből tanulnak, az úton is emlékeznek majd a fegyelmezett, szabálykövető közlekedés fontosságára. Természetesen ez a mindennapi életben is így kéne lenni, hogy az önkéntes jogkövetés, hiszen itt kicsiben látjuk az önkéntes jogkövetést. Tehát egyszer elmondom, mi a szabály, utána önkéntesen tartja magát a szabályokhoz. Ez kéne a mindennapi életünkben is, különösen a közlekedés területén, hogy az önkéntes jogkövetés. Tehát egyszer, hogyha valaki megtanulja, hogyha van vezetői engedélye, megtanulja az adott szabályokat, ami rá vonatkozik, akkor azt nem értem, hogy akkor miért van az, hogy mégis szabálytalankodunk, hiszen úgy kapta meg a vezetői engedélyét, hogy azokból a szabályokból levizsgázott. Tehát azokat tudnia kell. Innentől kezdve mindig ugye van egy ilyen mondás, hogy ne a rendőr miatt tartsuk be a szabályokat, hanem saját magunk biztonsága miatt. Az elméletjátékos tanulását is segíti a rendőrség. Óriás kresszkirakós közben sokat tanakodtak a táborozók, de a végére legalább mindenki megjegyezte, milyen táblánál is kötelező az elsőbségadás. Most pedig elkalauzoljuk Önöket a Papírmúzeumba. Nagyon sokan nem tudják, hogy hogyan is született meg annak idején a papír, hogyan jutott el Európába és azon belül hazánkba. Most ezt mutatjuk meg Önöknek. A papír születése, a papír útja Európába és azon belül Magyarországra. A következő percekben a papír nyomába eredünk Dunaújvárosban. Ismét egy olyan helyet mutatunk, ahová érdemes ellátogatni a megyében. Magyarországon 200 éve folyik rendszeres papírtörténeti kutatás és vízelkutatás. 2016 óta működünk itt a Hamburger Hungária Kft. Jóvoltából Dunaújvárosban. De itt valamikor itt nagy papíripari múlttal rendelkezett Dunaújváros, most is egyébként, mert a negyedik európai legnagyobb papírgyár az éppen itt működik. És tulajdonképpen a papír az egy különleges anyag, sok-sok érdekes dolog kötődik hozzá, ugye ezt kevesen tudják, hát ezt mutatjuk itt be, és a látogatók, ha ide eljönnek, akkor tulajdonképpen megtudhatják, hogy a világban hogyan alakult ki ez az egész dolog, hogyan készítették a papírt, és Magyarországon pedig több mint 510 éve készítik és gyártják a papírt. Egyébként a papírhasználatunk az 710 éves múltra tekint vissza, 200 magyar papírmalmunk és 105 magyar papírgyárunk volt. Ezt is kevesen tudják, ugye, mert sajnos mára már csak 3 maradt belőlük, de az viszont azt a százat is veri a termelésbe. No, tehát itt különböző tematikus termekben ezt a történetet mutatjuk be, ugye a papír megszületésétől Kínától egészen, amíg ugye hozzánk ide elér a 14. század elején a papír. Tulajdonképpen ugye 150 millió évvel ezelőtt a papírdarazsok már megalkották a papírt. A kínaiak nem biztos, hogy tőlük tanulták, de Krisztus előtt, a 3. században, Krisztus előtti 3. században már csomagolási célra, meg kézirat céljára használták a papírt. 8. századig meg tudták őrizni a titkot, bár kereskedtek vele, de nem adták át a papírkészítés titkát. Viszont akkor az Egyesült Hun és Arab csapatok legyőzték a kínai hadsereget a Talász folyó völgyébe, és így aztán az arabokhoz került, az arabokon keresztül pedig Észak-Afrikán át bejutott Európába, ahol aztán 1268-tól a kiváló minőségű európai papír készül, ugye Fabrianóba és hát egyéb más itáliai papírmalmokba. No, hát először 200 évig mi ezeket a kiváló papírokat használtuk, tehát Itáliából érkeztek ide, majd aztán később Bajorországból innen-onnan, és végül is aztán a 15. század végén, 16. század elején elindult a magyar papírkészítés is, ugye először csak 6 malmunk volt, aztán 25,
aztán következő évszázadban még 100, és még a 19-ben is még 50-et alapítottak. Tehát így jött ez a 200 magyar park. Óriási örökséget hagytak ránk. Ezt lehet mondani. Európa tele van magyar, kiváló minőségű magyar papírral. Tehát ezek nem kicsi malmok voltak, lehet látni például itt is, ez egy 1200 négyzetméteres tipikus magyar papírmalom, ez Sóly községben működött, és hát lehet látni, hogy négy szintes, gyönyörű szép papírmalom volt, ami ontotta a papírt gyakorlatilag, és hasonlóak voltak a magyar papírmalmok. Az alja az kőből készült, a teteje pedig fából, ahol ugye papírt levegőn szárították még abban az időben. Na hát 1845-ig egyébként kizárólag rongy volt a papírnak az alapanyaga, majd aztán utána ugye föltalálták a cellulóz készítést, és hát azóta ugye ezek a technikák, ezek párhuzamosan élnek egymás mellett. Az épület 30 tematikus teremmel várja az érdeklődőket hétköznap 8 és 16 óra között. A múzeumban folyamatosan szerveznek kiállításokat, ezúttal a csomagolás, anyag, technika, termékkiállítás várja a látogatókat. És ha már nyár, érdemes a megyében maradni és a megyében kirándulni. Egyenesen Tácra, Gorziumba kalauzoljuk el önöket, ahol a 200 hektáron egy csendes, nyugodt környezetben kirándulhatnak a látogatók. Az ókori Gorzium területén vagyunk, annak is gyakorlatilag a belvárosában. Azon belül természetesen a látogatóközpontban. Ez a római település, hát ez nagyjából egy 2000 évvel ezelőtt kezdődött az élete, amikor a első század közepén a rómaiak először itt egy hídfőállást hoztak létre, amit hát természetesen a hadsereggel biztosítottak. Majd ezt követően gyakorlatilag egy sűrűn beépített városias településmag jött létre, és hát mintegy 50 év alatt ennek a városmagnak egy jelentős része föltárásra került. Ez körülbelül egy 6 hektárnyi rommezőt jelent, ami körül ezzel szinkronban kifejezetten a látogatóink kedvéért egy észak-mediterrán jellegű pihenőpark került kialakításra, ahol természetesen le lehet ülni, vagy akár egy családi pikniket is lehet létrehozni. És hát igazából ez az a látványosság, ahol akár tárlatvezetővel, akár önállóan 2-3 órát és minden további nélkül el lehet tölteni. Több bemutató épületünk, illetve állandó kiállításunk is van a területen. A legnagyobb az maga a látogató központ, ahol most is állunk. Itt egy állandó kiállítás van, gyakorlatilag a legszebb leletekből válogatva, és hát magának a területnek a római kori történetét mutatja be, illetve egy picike részén a római kor után az úgynevezett népvándorláskor, tehát amikor többek között a honfoglaló magyarok is megérkeztek a mai Magyarország területére, illetve a középkori leletekből is van egy picike válogatás, ugyanis a római kor után sem állt meg az élet, hanem egészen a török hódoltságig itt egy Fövegy nevű falu helyezkedett el, pontosan ugyanazért az okért, amiért a római település is volt, mert az egykori Sárvíz folyón, ami hát manapság ugyan egy patak, de az ókorban, illetve a 18. századig egy Duna szélességű folyó volt, ez volt az egyik átkelési pont, tehát itt gyakorlatilag ugyebár lehetett vámot szedni az átkelésért. A másik oka persze ennek a középkori településnek az Székesfehérvár ellátása volt, nem utolsó sorban építőanyaggal, tehát magyarán a római város köveit azt szállították be a középkori Fehérvár felépítéséhez. A többi védőépületünkben, amik elszórtan helyezkednek egyébként a park területén, az egyikben például egy
második, harmadik századi falfestményt lehet megtekinteni, a másikban egy második századi, hát tulajdonképpen egy fogadónak a pincéjét, ahol előkerült az ásatások során a teljes edénykészlet. Ez egyébként egy 200 főre szolgáló edénykészlet volt. Ennek természetesen az eddig restaurált darabjai láthatóak ott. Illetve van még egy látványtárunk is, tehát hogy be tudjon pillantani a látogató tulajdonképpen abban, hogy a régészeti munka hogy is zajlik. Ez majdnem úgy néz ki, mint egy régészeti raktár, azzal a különbséggel, hogy a tárgyak azok nem dobozokban kerültek elhelyezésre, mert hát így a látogató ugyebár nem lát belőle semmit, hanem dobozok nélkül vannak üvegvédelemmel ellátott polcokon. De ugyanolyan rendszerben, mint ahogy egy régészeti raktárban lenne. És hát az utolsó ilyen elem, ami részben kiállítás, részben inkább ilyen életérzést próbál bemutatni, az pedig az úgynevezett római udvar, ami a látványtárak mellett nyílik. Itt tulajdonképpen egy római vidéki háznak a belső udvarának az érzését próbáljuk meg visszaadni. Tehát rendesen kőbútorokkal, kis szökőkúttal, tehát igazából, hogy az emberek átérezzék, hogy milyen is lehetett, amikor ezek az épületek álltak, és ne csak a hát tulajdonképpen bokáig, derékig különböző állapotban megmaradt falak között kelljen megpróbálni elképzelni. Jelen pillanatban legfőképp az ókori sárvízi hajózással kapcsolatos projektünk zajlik. Ez több elemből is áll. Hát tulajdonképpen a legfőbb eleme, ami most történik, az egy ókori hajónak a másolata készül, ami teljesen vízre tehető állapotú lesz, és a látogatók természetesen felmászhatnak rá, ki is próbálhatják. Egyelőre vízfelületünk nincsen hozzá, tehát az ókori kikötőnek a területén lesz elhelyezve, mint egy száraz dokban, és ott lehet majd megtekinteni. Ehhez kapcsolódóan egyébként a mai sárvízen, ami tényleg hát egy nagyjából most egy ilyen patakszélességű élővíz, ott már több kísérlet is zajlott, hogy kenúval, kajakkal meg lehet-e közelíteni gorziumot, és hát szerencsés módon pont a múlt héten derült ki, hogy akár 10 éves gyerekekkel is teljesen kényelmesen, másfél-két óra alatt Székesfehérvár területéről le lehet hajózni ide gorziumba. A harmadik eleme ennek a hajós projektünknek, az remélhetőleg egy kiállítás lesz. Ez hát most a nemzetközi járványhelyzeten múlik. Ennek a főanyaga, a törzsanyaga az Horvátország területéről érkezne. Ők egy kicsit szerencsésebbek ebből a szempontból. Náluk a tengerbe, illetve egyéb helyeken elsüllyedve kerültek elő római hajók, illetve hát értelemszerűen az Adria miatt kicsikét több hajózással kapcsolatos emlékük van. Szeretnénk életre kelteni a szabadtéri színházunkat. Ez jó pár évtizeddel ezelőtt készült, kifejezetten színházi előadások céljára. Most felújításra kerültek a padsorok, és hát igazából közben az itt lezajlott EU-s pályázat miatt kapott egy olyan hátteret a színház, konkrétan a 4. századi erőt falnak a rekonstrukcióját, amitől egy teljesen különálló színházi egységként tud üzemelni. Tehát nem csak a park rendezvényei kapcsán tud színházi térként üzemelni, hanem tényleg mint egy önálló szabadtéri színház is meg tud jelenni a kínálatban. És hát ezt próbáljuk meg megtölteni programokkal, nem feltétlenül az ókorhoz kapcsolódóan, hanem tényleg mint egy szabadtéri színház. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Együtt magazinba. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!